Március 15. napját követően csak az új polgári törvénykönyv rendelkezéseinek megfelelő létesítő okirat alapján és az új PTK rendelkezéseinek megfelelően működhetnek a civil szervezetek. A nyíregyházi törvényszék az érintettek számára szervezett úgynevezett civil információs nyílt napot, a rendezvényen a módosításokról tartottak tájékoztatót, valamint a változással kapcsolatos kérdésekre adtak válaszokat. A mai civil nap, amelyet a törvényszéken rendezünk, ennek az a célja, hogy a civil szervezeteket segítsük abban, hogy átérjenek az új PTK rendelkezéseire. 2014. március 15-től lépett életbe az új PTK, amely szabályozza a civil szervezetek alapítványoknak az életét, működését. Az új PTK 2 éves haladékot adott a szervezeteknek, hogy áttérjenek az új PTK rendelkezéseire, és ez az időpont közeledik vészesen, tehát 2016. március 15-én jár le. A megyében jelenleg 3348 civil szervezet, alapítvány vagy egyesület működik, ezeknek azonban még csak közel egyharmada végezte el az átiratást. A szervezeteknek alapszerződésük módosítását a bíróságon kell jelezni, a változás bejegyzése a törvényszék feladata. Mindenféleképpen azzal kell számolni, hogy a működésük onnantól kezdve nem a hatályos jogszabályoknak megfelelő lesz. Ennek észlelése esetén a bíróság jelzéssel élhet az ügyészség felé, aki kezdeményezheti polgári peres eljárás megindítását, aminek az lesz a célja, hogy a törvényes működést állítsák helyre. Ennek elmulasztása esetén a legvégső megoldás akár az egyesület megszüntetése is lehet. A nyíregyházi törvényszéken az ehhez hasonló ügyek megoldására, kezelésére egy civil ügyeket intéző csoportot is létrehoztak.